Ez a kis repül olyan jó a végére, nem? Ez jazz volt, te sokkal. Jaj, Istenem, de csodás. Gyönyörű, tényleg, mit lehet ez mondani, és kicsit homályosak az információim, de amennyire tudom, ennek a számnak az eredeti előadója, az egy csak Amerikában létező dolgot tud egyszerre, mert ő egyrészt fundamentalista keresztény, másrészt pecionista, de ez egy speciális... Ez a hitcsarnokon kívül csak Amerikában létező dolog. És egyébként őket láthatjátok minden egyes alkalommal a 700-as klubon, ami egy SZDSZ közeli magyar tévé. Nem, azért nem izgi, nem. Azért olyan jó a George Bush-tól, az antikommunista George Bush-tól a pufajkás hongyuláig ívelő szivárványhidon végigcsinálják. Walk this land with me. Szóval az eredeti énekesről ezt kell tudni, és olyan gyönyörű, és a készítők nem tettek mást, csak perspektívába helyezték ezt a dalt. Semmit csak komolyan vették. Ők semmit nem csináltak, nem semmi gonoszat, csak komolyan vették azt a dolgot, amiről ez a kedves énekes énekel. Azt kell tudni, hogy ez az Andy Williamsnek a dala, de ezt megelőzően ez a dal már működött, mint zene, mint filmzene, a Exodus című amerikai cionista filmnek a betét zenéje volt, tehát ez volt a filmzene, és akkor erre írtak szöveget, és ebből lett egy sláger. De már ez a zene már a legjobb film Oscar, legjobb filmzene Oscar díját megkapta 1960-ban, majd gyártottak belőle egy ilyen sláger, tehát ilyen azért láttunk már azért számos példát, Kovács Kati például, aki a Örökbecsű Vangelis dalokat magyar szöveggel ellátta és elénekelte. Azért erre számos ízléses példát ismerünk, hát ez is ilyen. És hát elénekelte ezt a teljesen elképesztően reflektálatlan dalt. Tehát, hogy azt, hogy az Isten nekem adta pont. Tehát, hogy ez tény. Tehát, hogy szinten fundamentalista, és mindenki így áll hozzá. Ez a csodálatos, hogy levágják egymást, és folytatják, de ugyanannyira hisznek benne. Az a szép, hogy így mindegyik ott vágja el egyébként, akkor this land is yes, mine. Tehát imádni való egyszerűen, és ráadásul én ezt a klippet most az utóbbi egy hétben, hogyha 30-szor nem láttam, akkor egyszer sem. Tehát ez egyszerűen csodálatos, és hát ismertetném veletek, hogy kik a szereplők. Az ősemberrel kezdődik, aztán jönnek a kánaániták, aztán jönnek az egyiptomiak, jönnek az asszírok, majd az izraeliták, ugye Dávid királlyal az élen, jön a babiloni fogság, majd a makedónok, jönnek a görögök, majd a Ptolemaiosz birodalom, szeleukidák, ugye akik a Nagy Sándor utáni makedón görög birodalom voltak, aztán jönnek a hébenek, a makabeusok, jönnek a rómaiak, majd Bizánc. Aztán jön a kalifátus, jönnek a keresztesek, mamelukok, oszmán birodalom, mármint a törökök, arabok, a britek, a palesztinok, és a cionista hadsereg, amire válaszul a Hezbollah, veszi fel a fegyvert, és erre meg már a válasz az atomháború, ami a legvége a filmnek, és megjelenik a halál angyala, akit úgy üdvözlünk már a Soundgardennek a nevében is. Mindig igaz, volt ez a csodálatos föl. Egyébként hát vannak történelmek szerencsétlenebb országok, mint mi, mert nálunk egyszerű helyzet, mi tudjuk, hogy a történelem ura kinek mit adott, és mivel mi ennek a biztos tudásnak a birtokában vagyunk, ilyen tévedésben soha nem eshetnénk. Nekünk nem Isten adta, most milyen már az a nagyon béna, nekünk a történelem ura adta. Hát most ebben próbálj történetileg vitatkozni. Jó, hát nézd, nekünk Mária adta, aki meg az Istennek az anyja. Tehát egy kicsit csak az Isten adta, érted? Nekünk az Istennek, ő meg az anyja adta. És hogyha előjössz valami hülye irattal, amit találtál, hogy mondjuk nem is voltunk ott, mondjuk ekkor meg akkor az időt, ebben az időpillanatban nem voltunk ott, hát nálunk van a történelem ura. Szerinted az ott történelem? Most már nem. Képzeljétek el, hogyha mondjuk bejelentkeznénk Etel közért. Történelmi tény, hogy az valaha a hazánk volt, aztán onnan minket elűztek. És hát kurvára szeretnénk visszamenni oda, mert az a mi ős hazánk. Vagy Levédia. Most nem tudom, melyik a jobb. Nézzük meg, hogy hol van olaj. És az a mi hazánk, az Isten adta oda.
történelmi tény, hogy az Isten adta oda, aztán aki elvette, az nem az Isten, hanem a gecik. De mi visszavesszük az Isten nevében. De az a csodálatos, hogy ezért komoly képpel leírnak ilyeneket, hogy God gave this land to me. És ez ilyen komolyan így elő is adja, és így hiszi. Tehát, hogy ez egyszerűen elképesztő. Hogy ilyenek még vannak, és még a 20. században is voltak. Hát meg ezek a pillanatok is vannak egyébként. Mondjuk tényleg mi az itáposabbak vagyunk, most hallottam az Usztist, hogy mi a Siriusról jöttünk. Úgyhogy, ha rólunk kéne egy ilyen képet forgatni, akkor az eleve nem is így kezdődne, basztának. Szóval komolyan, tehát ahhoz azért egy rendesebb történetet kéne összerakni. Egyébként az milyen már, szóval most komolyan, tehát az a szörnyű... Usztis Mátyás szerint a Siriusról jöttünk. Nem mondták el, hogy mi vagyunk itt a legszuper tuti Uber királyfaj, ehhez képest mondjuk az a gazdaság, nem állunk olyan jó. Siriusról jöttünk. Esküszöm, komolyan. És te valószínűleg nem, de nem vagyok benne biztos. Csak a magyarok? Csak a magyarok. Csak. Hát azt úgy kell érteni, hogy hát akik szerintük magyaroknak. Tehát én még talán befélek. Miért? Visznek vissza titeket, vagy mi? Nem, most miért pontos? A tér jobb, ha a Siriusról jött? Pont ezt akartam mondani, hogy azért nem ez a vicces, hogy most mondjuk tegyük fel engem meggyőznek, érted? És kiderül, hogy mondjuk a Robi a Siriusról jött. Attól jobb fejlesz? Nem. Attól hagy többet beszélni a mikrofonnál, attól hagy szóhoz jutni? Baromire nem. Tehát igazából semmi nem változtat, csak tényleg azért szörnyű azt látni. Annak nem örülnék, ha visszavinnének a Siriusra. Tehát mondjuk szar lenne. Tehát inkább nem jöttem onnan. Én itt voltam az előttében, a Sirius előtt is. Erre is, hogy kurva kíváncsi vagyok arra, hogy ha Nina Pédi, aki egy amerikai zsidó nő, zsidó animátor, képes volt ilyen módon reflektálni erre, akkor van remény! Akkor bárkiből lehet normális gondolkodású ember! Hát lehetne, így van, aztán nagyon kevésszer történik ez meg. De csak egy pillanatra hagyj vigyem már végig ezt a gondolatot, hogy azért, francia, meg tényleg ott tartunk, most már nagyon régóta, hogy nagyon sok embernek az ad valamit hozzá az életéhez, hogy egy ilyen mitológiának ő a rész. És ez neki nagyon fontos. Tehát annak a Andy Williams, aki ilyenek, az Andy Williamsnek, meg az Usztis Mátyásnak ezek a rögeszmék, ezek nagyon fontosak. Holott nyilvánvalóan Porszívó, meg Black Hole Sun. Azért közben pedig meg egyébként is akkor mi van? De azért ne sose felejtsük el, Porszívó, Black Hole Sun. Nem, mert Sirius. Jó, de Porszívóban Sirius se tud mit játszani. Na, szóval, a Porszívó meta szinten van. Jó, igen, nem. Nyilvánvaló, hogy ez az egész Sirius dolog, ez csak akkor érvényes, ha a Porszívóról elfelejtkezünk. Hogy a Porszívó eszedbe jut az egész Sirius, valahogy elveszíti a különös jelentőségét. Csak gondoljatok bele, hogy ez marad ilyen identitás képző dolog. Tehát mennyire kell ahhoz depressziósnak lennie egy adott társaságnak, hogy az dobja fel őket, hogy azt mondják, hogy de mi mind Hajdunánásról jöttünk, geci. Szóval érted, hogy én, nem? Tehát, hogy hol tart az a házi buli, ahol ezt kurácsolja vissza hangra, nem? És pont az Antimut felolvasott ilyen könyvethez szűrőző magyarokról. Nagyon jó. Nagyon, nagyon jó lenne, hogyha végre elsajátítanánk annak a bölcsességét, hogy... Menjünk. Nagyon-nagyon boldogok lennénk, hogyha elsajátítanánk annak a bölcsességét, hogy mindannyian ugyan olyan büdöset szarunk, mindannyian ugyan olyan szerencsétlenek, ugyanolyan szánalmasak, ugyanolyan reménytelenek, elesettek, és ugyanolyan kedvesek, aranyosak és nyomorultak vagyunk. Mindannyian ugyanúgy fújjuk ki az orrunkat, és ugyanúgy növesztjük a hajunkat, és ugyanúgy élvezünk el, és végül ugyanolyan nyomorultul döglük meg, mind egytől egyig. És ha ennek a bölcsességét elsajátítjuk, akkor hirtelen, érdekes módon nem lesz akkora jelentősége, hogy melyikük jött Hajdunánásról, és melyikük volt már itt az előtt is. Egyébként szerintem azért az idősebb vagyok, mint Szlovákia póló, továbbra is menő
Tehát azért félreértés ne essék, de csak a helyét kell tudni kezelni. Tehát tudni kell, hogy a porfújós ember elfújja azt is, meg ezt is, de addig is én idősebb vagyok, mint Szlovákia. Na, azért ezt szögezzük le. És lépjünk is tovább. És vidámabbak is vagyunk, mint Szlovákia. És több okunk is van vidámnak lenni, mint Szlovákia. Gondoltam, hogy így iradent a poéna fogunk első spontán rögést elérni. Szóval, lépjünk is hirtelen tovább. Méghozzá egy fehér orosz slágerre, olyan fehér Oroszországban betiltottak. De mi nem vagyunk fehér Oroszországban. Nálunk szabad a sajtó. És minket nem akar bekebelezni Vlagyimir Putyin egyelőre. Ezért mi ezt most bemutatjuk nektek. Fehér Oroszországban valószínűleg ezt így nem nézhetnétek meg ezt a klippet, de hát szerencsétekre ti ide születtetek, úgyhogy következzék a Lyapitz Trubetskoy nevű fehér orosz ska punk zenekarnak a Kapitál című slágere és annak klipje.